Magyarországon a kötelező védőoltási rendszernek köszönhetően megfelelő a lakosság védettsége. Az Országos Epidemiológiai Központ összesítése szerint nincsenek veszélyes halált okozó járványok. Világszerte azonban még mindig kevesen oltatják be magukat. Évente 3 millió ember hal meg azért, mert nem kap védőoltást. Három újabb H7N9-es beteget engedtek haza hétvégén a kórházból Sánkhájban, mindhármuk állapota kielégítő. Azt lehet mondani, hogy felgyógyultam, nincs már lázam, és az étvágyam is a régi, újságolta ez a 67 éves férfi, aki tegnap hagyhatta el a kórházat. Kínában már a 100 fölé emelkedett a H7N9 vírusfertőzöttek száma. A betegség főként a 60 év felettieket támadja. A H7N9 ellen nincs oltóanyag, legalább fél év, mire elkészül. Bár a vírus addigra mutálódhat, szakemberek szerint az oltásra mindenképpen szükség lesz. Az egészségügyi világszervezet nem csak a madárinfluenza esetében int óvatosságra, a WHO szerint ugyanis a védőoltások emberek millióit menthetnék meg. Még mindig a világszerte az 5 év alatti gyermekek közül 10,6 millió hal meg, és akkor 1,4 millió azért, mert nem kapja meg a megfelelő védőoltást. Hogyha ugye a felnőttekkel együtt nézzük, akkor 3 millió ember hal meg azért, mert nem kapják meg a védőoltást. Világszerte a legtöbb halálesetet a kanyarú elleni védőoltás hiánya okozza. Az elmúlt 3 évben 90 ezer ilyen megbetegedés fordult elő, ennek 80%-a az unió tagországaiban. Magyarországon azonban nincs ilyen probléma. A lakosság védettsége olyan jó a kötelező védőoltási rendszer következtében, hogy gyakorlatilag ezek a fertőzések nem mentek tovább, egyik sem. Szakemberek szerint a védőoltásokra azért kell felhívni az emberek figyelmét, mert már kis odafigyeléssel is elérhető, hogy 2015-re kanyarú és rubeolamentessé váljon a régió.